Amit lényeg és ezt szeretném kiemelni most elsősorban, aztán akkor imádkozunk, és majd utána akkor folytatom, még egy rövid ige szakaszt kaptam, hogy a természetfötti valóságban Jézus Krisztus nélkül, ahogy azt már nagyon jól tudjátok, meg sokszor különböző formában hallottátok tőle, meg hát jó ideig meg is tapasztaljuk az életünkbe, vagy megújulólag is, hogyha letesszük a kardot, a sátán sokkal okosabb, sokkal erősebb nálunk. Tehát vagy kedvességgel, kényelemmel, vagy nehézséggel, ijesztegetéssel, gyötréssel, vagy ezek kombójával, de uralmat gyakorol rajtunk. Jézus nem gyakorol rajtunk akaratunk ellenére uralmat, őt föl kell hatalmaznunk, ez gyakorlatilag életformává kell, hogy váljon, hogy az én gondolkodási mechanizmusaim, a gondolataimból, hiszen abból erednek az érzelmeim, azok gyakorlatilag már mindenféle külön aktus nélkül minden helyzetre fölhatalmazzák Jézust az én életem fölötti vezetésre, uralkodása, hiszen az ő uralkodása az nem az, mint amit emberi értelme uralkodásnak gondolunk. Ő nem leural, ő úgy uralkodik az életünk fölött, hogy szolgál minket, meg rajtunk keresztül másokat. De láthatjátok, hogy itt akik csak úgy, idézelve, csak úgy használták Jézus nevét, azok porul jártak, mert valójában nem mindenkinek van meg ebben a névben a kellő hatalom, csak annak, aki szövetségre lép vele. És láthatjátok, itt egyetlen egy ember hetet elkalapált, meg lemesztelenített és megszégyenített. Hát ez is mutatja, hogy a démonok ennyivel erősebbek. Miért? Mert a sátán az úr, ha nem Jézus, akkor a sátán, nincs köztes lét, bármennyire is ezt szeretnék legtöbben elhinni, legfeljebb csak nyugtot hagy nekik a sátán, mert tudja, hogy sok embert úgy tud leginkább távol tartani az Istentől, az üdvösségétől, hogy béké hagyja itt az életbe. De azzal együtt, hogy a megtéréskor nyelveken elkezdtek szólni, profétálni kezdtek, rögtön természetfötti valóság megnyilvánult rajtuk. Ez nyilván motiválni kell és késztetni az embert arra, hogy az előbb is biztattalak titeket, hogy még többet, és ehhez kell az, hogy egyszer csak már ismerjenek minket. Tudják, hogy kik vagyunk. Úgy, ahogy azt mondják, hogy Jézust ismerjük párról, tudjuk, hogy ki. De rólad is tudom, hogy ki vagy. Miként? Miért? Hát mert a harcokban megtapasztalta, hogy amikor te belállsz egy betegír imádkozni a saját életedért, gyermekedért, bárkiért, akkor te nem könyörögsz, kérsz, esedezel, amit a vallásos emberek végeznek kenet és szent szellem hiány, hanem valóban, amire Jézus elhívott, harcosként az ő nevében megharcold azt, amit meg kell. És akkor téged megismernek, és akkor tiszteleted lesz, ez nem jelenti azt, hogy nyugtod is lesz. Harcosnak, harca vagyunk elhívva. Hogy nem emberek ellen, hanem az embertől is el kell vonatkoztatnod, hogy az a Krisztustól való harcodat ne rontsa meg egy embernek a viszonyulása, feléd való megnyilvánulása, a róla tudott rossz dolgok, a kellemetlen közös múlt, vagy bármi, hanem te valóban az őt használó, leuraló szellemi erősségek ellen tudjál harcolni. De amikor te gyakorlod a hatalmadat Jézus Krisztusban, akkor egyre inkább napról napra megtapasztalt, hogy ez a hatalom valós, egyre több győzelmed lesz, hát és egyre inkább te már nem adod alá a biztonságérzetedet, meg az ebben való komfort fokozatot, mert hát ez az igazi komfortérzet, mert anyagilag, érzelmileg be lehetnek töltve a szükségeid, ideig, óráig fölépíthetsz egy olyan életet, ha sikerül, hogy mindenhol rendben vagy, de eddig se sikerült, ezután se fog, légy nyugodt. Vagyis ne légy nyugodt. De amikor a szívedben ott van az a békesség, akkor megrendülhet az egészséged, kétségbeejtővé válhat az anyagi helyzeted, a szeretteid, de lehet bármilyen dráma, meg fogsz ijedni, ha olyan a helyzet. Megijedsz, hát ember vagy, de nem kezdesz el félni. Nem a kiszolgáltatottság kezd el eluralkodni rajtad, nem a bizonytalanság. Tehát nem esel kétségbe, hogy hányszor estél kétségbe már életedbe, András? Most nem kell szám szerint, mert sokáig tart, vagy... De hát teljesen más úgy nehéz helyzetbe kerülni, hogy 5 perc, vagy fél óra, vagy egy, vagy akár 2 nap után, ha kell külső segítséged, de egyszer csak újra ott állok, és a szívem lehet, hogy ketté van repedve, vagy, de a fejembe ott van, hogy
Ebből én csak jól jöhetek ki. Miért? Mert a Jézus szeretőnek, az igaznak minden javára válik. Jézus az Úr az életemben, akkor én nem vagyok kiszolgáltatva a sátánnak. Akkor ez azért történik, mert valamit nagyon ideje most már komolyan vennem, vagy megtanulnom, ami adott esetben idő után már lehet, hogy idézőjelbe csupán annyi, hogy a nehézséghez hogy viszonyulsz, mennyire hamar jössz ki az ijegységből, és mennyire tudod távol tartani a félelmet. Hisz az ijegység egy hangulat, abból nem lehet állapot a félelem. És ez mindenre igaz. Így akkor egyszer csak téged ismerni fognak a szellemvilágba. Nyilván ehhez mérten a harcaid is más szintre kerülnek. Na de futballban nem jobb az NB1-ben, sokkal nagyobb csatákat, most tudom itt fiúk sokan, na most erre mit gondoltak az NB1-ben nagy csaták. Én nézem a meccseket, és igenis most már vannak nagy csaták. Nem jobb ott sokkal nagyobb meló, felkészültség, odaszántság, valóban egy élet alárendelésével ott győzni, mint mellékállásba futbolozni a megye háromba, és ott begyűjteni, ami begyűjthető. Hát, ha választanod kéne, hát teljes, a Krisztusban pedig, hát itt ez nem egy futballbajnokság, hanem csupán az életünkről van szó. Ami mindaddig, amíg nem kerül veszélybe, addig talán nem is érzed, hogy amiről most beszélek, az mennyire fontos. Amikor pedig már nagy krízis van, vagy azt fenyeget, akkor meg már nem képes az ember fölismerni, nem készül föl. Itt a téli olimpia. Te nem veszed komolyan azt, hogy az óriás műlesiklás az milyen veszélyes, meg hosszú, meg mekkora mutatvány, mert néztetem, annyiszor nézted a tévébe, meg síléccel is van, és akkor valahogy befizeted magad az olimpiára, odész, és akkor te megpróbálod. Hát ott jössz majd rá, hogy te nem készültél föl, és véged van. Hát most persze azért vagy itt, hogy amikor te ott állsz egy ilyen szakadék szélén, akkor nem az lesz az életérzésed, hogy jaj, te tényleg elmulasztottad, nem készítő föl is véged van, hanem azt mondta, hogy ó, ez lehet, hogy meredekebb, mint amire készültem, de hát akkor lássuk. És akkor ugrasz, vagy csúszol. Hát de akkor veled van az Úr. Mert nem a te képességeden múlik, hanem a te motivációron, az odaszántságon, a mindennapokban. És akkor a legkülönbözőbb helyzetekben számodra képtelen, vagy fölvállalhatatlannak tűnő dolgokban is azt látod, hogy veled van az Úr. És sikerül. Nem, hogy sikerül, hanem jobb és több lesz, mint amit reméltél. Vagy ahol azt hitted, hogy véged, ott kezdődik csak el valami. És akkor ezt most még csűrhetném, csavarhatnám. Ezért fontos a szellemi harc. Ezért fontos, hogy a Jézus nevében lévő hatalommal éljünk, hogy tudják rólunk, hogy mi azok vagyunk, akik mi vagyunk az ő tanítványai, és akkor a helyünkre kerülünk, és a helyünk élve a hozzánk mért harcokba találjuk magunkat, másokért, meg a saját életünkbe is. Na de mi ennek az egésznek számodra, számomra a lényege? Hát csak így tudjuk befutni azt a pályát, amire el vagyunk hívva, tehát csak így tudunk győzni, magyarul, csak így nem lesz kudarc az életünk, és így tudjuk megőrizni az üdvösségünket. Mert ez életforma. Nem hobbi, nem ha baj van, akkor nem ha kedvem van így úgy, hanem életforma, ami mit kell átölni? Az óemberünkön, aki ezt elképesztenem nem akarja, az inkább hal meg. Hát az ő vezetője erre tör és erre edzi őt. Tudod, jó, hát nézd meg magad, az életed, a természetes viszonyulásaidat, hogy mi az óemberünk, kicsoda ő. És mivel a természetfölti valóság maga Jézus Krisztus, akkor így természetessé válik, hogy természetfölti módon jönnek be az életedbe például azok az áldások, amikért annyit küzdöttél, harcoltál, vágytál, vagy amikért nem ismersz szólni, mert például látod, hogy másnál sem működik, vagy nem jön be, vagy egyebek, mert nem nekünk kell megharcolni a nekünk való dolgokat, mert megvan az emberi elképzelés, az emberi vágyak, meg a társadalmi elképzelések és követelmények, stb. Csak hogy Jézus erre mint fittyetány. Úgy, ahogy az igazságra is. Az Jézusban az nagyon relatív. Őneki a nagy igazságokkal szemben, ahonnan az elején indultam, sokkal fontosabb egy-egy tőle való ember szíve. Az ő élete és örök élete.
Ezért mondtam a legelején, hogy most így körbeértem, hogy nem az, hogy csoportokba vagy közösségekbe gondolkodni, ő sem így gondolkodik. Ezért nekünk is saját felelősségünk van. Senki nem építhet arra, hogy akár ide, ebbe a kis tanítványi közösségbe tartozik, és az megment ide, hát tudod jól, azért tartozol ide. És senki nem tud senkit megmenteni, megtartani. Még ha a fölállt rendszerek akaratlan, még a jó szándékú vezetők révén is mégiscsak arra juttatják az embereket, hogy egyszer csak ebben kezdenek el bízni. De úgy, hogy föl sem ismerik. Ezért kell neked, meg nekem kompromisszum nélkül alárendelni magunkat Jézus Krisztusnak, és közvetíteni ezt az igazságot. Mert a közösségeknek is ezt tesz akkor majd jót, hogy mindenki ébredjen fel a saját felelősségére, és vállalja föl azt az életformát, amire Jézus elhitta. Hiszen előre elkészített életünk van. Ebbe a Krisztussal való járás, a szolgálat, az odaszánás, a napi vezetettség, ez vezet bele, de akkor van hű meg ha, mert hát az olyan élet, amit mi remélni sem tudtunk. És legelőször a szívben épül föl egy olyan fajta biztonságérzet, ami, ahogy az előbb beszéltem róla, amit már nem ront meg bármilyen dráma vagy veszély, na de ebből eredően akkor egyszer csak a valósnak hit, tehát úgymond a materiális világban is komoly változások jönnek be, anyagi téren, kapcsolatokba, egyebekbe, és azt veszük észre, hogy egyre nyilvánvalóbb az isteni gondoskodás az életünkön. Amíg nem tudja rólad a szellemvilág, hogy ki vagy, addig a sátán, a démonok prédának tekintenek, és hát ők élnek is azzal a lehetőséggel, hogy hatalmat gyakoroljanak. Ezért vannak akkor a érzelmi nehézségek, abból eredő betegségek, de hát tudod jól, ha a szellem tiszta, akkor érzelmileg stabilizálódsz, akkor pedig gyógyul vagy, gyógyíthatóvá válik a tested. Ez, ami nyilvánvaló, erről szól a sok bizonyság, és ez, amit az orvosok legjobb szándékuk ellenére, a pszichológusok nem ismerhetnek föl, ha csak nem karizmatikus keresztény, ahol van tanítvány valaki, mert bizonyos korlátok közé szorul az ő tudásuk. Majd még arra rákukkantok, hogy a 20-tól folytatom, 27-től. Ez már más irányba kanyarodik, azért is választottam szét. Az Abcsel 20, 7-től 12-ig az ablakból kibukott ifjú esete volt felolvasva, és ekkor nem szeretnék sokat forgódni, mert pusztán azért kaptam ezt az igét, és de egy ilyen figyelem fenntartása véget, hogy látjátok, hogy van az a mondás is, hogy valaki jókor volt jó helyen, hogy ez a Krisztusban önmagában mennyire igaz. Pusztán az, ha valaki kenettel bíró ember közelébe igyekszik tartózkodni. Hát még ha a kenettel bíró közösséghez tartozik, akkor az a legváratlanabb, előre nem kalkulálható helyzetben is akár az életét mentheti meg. Mert hogy ott van olyan vagy olyanok közelébe van, akik tényleg erővel, hatalommal bírnak, értelemszerűen a betegség és minden fölött, mert hatalmuk van a sátán és a démonok fölött. Ilyen vagy te, ilyenek vagyunk mi. És erre kell egyre inkább törekedni. Ez a tanítványság. Nyilván az, hogy ez az ifjú ilyen módon megmenekült, annak, ha úgy tetszik, akkor van érdemi haszna, ha ő mindezt a helyzetet arra használta föl, hogy valóban még inkább megerősödjön a hite, az odaszántsága, és ennek következményeként be tudta futni azt a pályát, ami az Úrban neki számba volt. Ezt nem tudhatjuk, mert későbbiekben nem esik róla szó. De ez már tanúságos kell, hogy legyen, hogy az úgymond jó helyen, jó időben lévőség, a megfelelő helyen való tartózkodás, így a megfelelő emberhez, közösséghez való ragaszkodás, az biztonságot jelenthet. Az ember az adott személy által előre nem kalkulálható, kiszámíthatatlan, váratlan veszélyhelyzetekben is. Hát akkor mennyivel inkább az, hogyha valaki életformaszerűen éli a tanítványságot, ha valaki együtt szolgál egy kenettel bíró emberrel, és így ő rajta is egyre nagyobb kenet tud megnyugodni, hát még olyan közösségnek a részese, ahol ilyen emberek gyűlnek egybe, vannak egyre inkább összeszerkesztve tanítványok, tanítványi közösségbe.
Na ez kell, hogy nekünk nyilvánvaló legyen, elmebeli szinten tudjuk, hogy kik vagyunk, hol és miért vagyunk, de ez akkor kell is, hogy segítsen nekünk a hétköznapokban, abban, hogy biztonságban érezzük magunkat, hogy lelkileg stabilak legyünk, hogy hitben járjunk, reménységbe végezzük a dolgainkat. Magyarul nem magunk körül forogjunk, nem mindig aggódjunk magunkért, valami miatt, de a saját életünket akarjuk tódozni, fordozni, vagy jobbá tenni, mert Jézus nem ezért halt meg. Tehát biztonságban akarjuk érezni magunkat, stabil lelkülettel akarjuk futni a pályánkat, de ez csak akkor működik, ha nem magadra figyelsz és koncentrálsz. Ha mindig magadat vizsgálod, akkor csak időkérdése is kiderül, hogy beteg vagy, nem is kicsit, ráadásul több betegséged is van, minél tovább figyelsz. Ha elmész orvoshoz, az erről még papírt is fog neked adni, csak időkérdése, meg vizsgálatok számának a kérdése. Aztán ez már lelkileg is beteggé tesz. Közben azért aggaszt az anyagi helyzeted, mert hogy ami nincs, az már mikor lesz, meg miért nincs, meg milyen rossz nélküle. Hát de persze, ha beteg vagy, ráadásul sokféle betegséged, akkor már anyagilag végképp hogy lesz meg az, ami kellene, ez akkor még beteggebbé tesz, meg még súlyosabbnak érzed pszichés helyzetedet is, és akkor ezt most én fűzhetném meg botoríthatnám, de mégis csak ez van. Ráadásul magadat figyeled, forgódsz, lesed, teljesen érthető, hogy akkor nem lehet menni, mert egyrészt azt se tudod, merre mész. Hát mert nem előre nézed, magadat nézed. Próbálj meg innen úgy kimenni, hogy a köldöködet nézed, vagy a lábujjadat. Így, ha mész is, akkor sem haladsz, mert össze-vissza csámborogsz és bolyongsz. Tehát hagyd már magad békén. Hát kibe bízom, magadba vagy Jézusba? Ha magadba, akkor hagyd békén Jézust. Ne keserítsd azzal, hogy mindig, ha bajod van, tőle kérsz, de aztán semmibe veszed azt, amit ő javasol, tanácsol, nem mintha neki ettől elmenne a kedve. Hát csak magad, saját sorsodat nehezíted meg. Akkor már jobb ilyen hamis szabadságba élni, hogy éljünk a mának, meg úgyis csak egyszer élünk, akkor se sokáig, meg emlékszem én, hogy ilyen lendületes éjszakákon micsoda nagy jelszavaink voltak. Hát. De a Krisztusban, ott nem bomlik a te életed egyik területe, mert onnan vonsz el időt, energiát a másikra, hanem ott minden területen kiteljesedsz, tehát csak ő képes arra, hogy egyszerre mindenre kiterjedő figyelemmel nézze az életedet, láss, hogy a múltadból mi akadályoz, a jelenedben mi gátol, és mi szükséges ahhoz, hogy a jövőd, a tőle való jövőd beteljesedjen. Erre csak ő képes. Tehát végszóként kérlek, hogy hagyd magad békén. Sokkal könnyebb lesz az életed.